2016 a magyarországi baptisták életében az értékek éve. Ezen belül is január hónapban a cselekvő együttérzéssel, mint egy értékünkkel szeretnénk foglalkozni. Ez természetesen érinti a gazdagok és a szegények világát, a gazdagság és a szegénység kérdéskörét. Sokan úgy gondolják, sőt, lehet azt mondani talán, hogy egyre többen tudjuk is azt, hogy a világunkban elegendő javak vannak ahhoz, hogy mindenki emberhez méltó életet éljen. Néhányan azt mondják, hogy a javak nincsenek igazságosan elosztva egy-egy társadalomban, vagy az egész világon. Egy egész más oldalról szeretném, hogyha gondolkodnánk mindenről, mégpedig Isten szemszögéből, aki úgy osztotta el a javakat, hogy azok látszólag igazságtalanak. Miért? Pálapostolnak az a felfogása, hogy az emberi közösség az egy valóságos test, egy élő szervezet. Mindenki ennek a tagja, mindenki ennek a szervezetnek egy kis része. Az egész test, az egész közösség akkor működik jól, hogyha mindenki megosztja azt, amije van a többiekkel. A javak látszólag vannak igazságtalanul elosztva, mert abban az értelemben, a közösségi értelemben igazságosan van elosztva, mert pálapostól szavaival élve a tagoknak kölcsönösen kell gondoskodni egymásról. Vagyis mindenki valamiben szegény, mindenki valamiben gazdag és meg kell értenünk azt, hogy amiben mi gazdagok vagyunk, azt kell megosztanunk a többiekkel. Talán anyagi javainkat, talán mentális értékeinket, talán spirituális, hitbeli töbletünket, hogy kiegyenlítődjön a világ, és valódi közösség legyen. Ehhez adjon Isten sikert nekünk.